Egyre több önkormányzat próbálja felzárkóztatni az adott településen élő hátrányos helyzetűeket. Azok tartoznak ide, akik az országos átlaghoz viszonyítva rosszabb helyzetben vannak. Ez lehet gazdasági és szociális szempont is. Gazdasági szempontból vannak hátrányos helyzetű régiók, köztük a miénk is. Schengen az egyik legnagyobb hátrányos, hogyha a GDP növekedést vagy a GDP termelést nézzük. De azt gondolom, hogy ha a hátrányos helyzetű megközelítés és a lakosság oldaláról közelítem meg, és mondjuk a romok kisebbség arány, vagy az iskolázottság arányát veszem figyelembe, akkor különösen hátrányos helyzetűnek is lehet nevezni ezt a települést és ezt a környéket. Ezért örülök, hogy Baktoloránd házához hasonlóan, de most Baktoloránd házáról beszélünk, több önkormányzat vagy társulás adott be ezeknek a hátrányoknak a leküzdésére programokat. Baktoloránd házán magas a hátrányos helyzetűek aránya, a település mintegy egyharmada tartozik ebbe a besorolásba. Hogy ez az arány javuljon, már több programot is indítottak a városban. Önkormányzatunk folyamatosan az elmúlt évek során igyekezett ezeket a lehetőségeket kihasználni. Többek között két gyermekszegénység elleni program megvalósításán vagyunk túl, ami 2-5 éves időtartamot ölelt fel, és mivel a település adottsága olyan, hogy a hátrányos helyzetű kategóriába tartozunk több szempontból is, itt természetesen mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ezen változtassunk, ezen javítsunk, és hát amennyiben ehhez Európai Uniós vagy hazai forrású pályázat lehetősége, akkor ez még jobb is, igyekszünk ebből meríteni. Így most a Top Plus kínálta közel 200 millió forintos támogatási lehetőséget ragadták meg. A projekt 2023. január 1-én indult, az első év azonban adminisztrációs munkákkal és a képzések előkészítésével telt. Csak nem 200 embert kerestek fel a városban, és a velük készített felmérés alapján állították össze a tényleges programot. Nagyon sok részből áll, ugye közel 200 millió forint támogatási összegről beszélünk, különböző képzések valósulnak, meg ösztöndíjprogram van a támogatási keretek között, és ezen túlmenően pedig különböző felzárkóztató tréningek, közösségi programok, bibliakör és egyéb olyan rendezvények, amelyek mindenképpen a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását szolgálja. A projekt 2025. december 31-ig tart, ez idő alatt 4 különböző képzésen összesen 60 fő vesz majd részt a városban.